Köszönöm szépen, hogy erre a mai közgyűlés szünetében tartandó sajtótájékoztatónkra elfogadták a meghívásunkat. A sajtótájékoztató címe: Döntsenek a Veszprémiek. És hát, ahogy sejtik, a témája a színházkertben építendő parkolóház. Ahogy azt már többször hangsúlyoztuk is, a kulturális negyed projektben megfogalmazottak nagy többségével egyetértünk, támogatjuk azt. Az ellen sincs kifogásunk, hogy a parkolóházakra általában szükség van, hiszen pont most tárgyaltunk egy olyan napirendről, aminek kapcsán előkerült, hogy meglehetősen kevés az önkormányzati parkolóhelyek száma, és nagyon sokan használnak gépjárművet napjainkban és Veszprémben. Ugyanakkor változatlanul azt gondoljuk, hogy a Veszprémben élők ezt az ötletet, hogy a színházkertbe parkolóház épüljön, ezt gyakorlatilag azóta tudják, amióta mi felvetettük a múlt héten egy sajtótájékoztatónkban. A társadalmasítása eddig ennek az ügynek nem sikerült, és azt is gondoljuk, hogy az egy rendkívül rossz helyszínválasztás, hogy a színházkertbe, a volt püspökkertbe épüljön parkolóház. A helyszínhez nagyon közel, körülbelül 200 méter távolságban ott van a Szegleti utcai parkolóház, az üzletközpont mellett. Van parkolóház például a Hangvilla alatt, a Bagolyvár utcában, viszont mondjuk a kórház közelében, ahol nagy szükség lenne rá, sajnos eddig nem valósult meg parkolóház, illetve a város más pontjain sem igazán vannak olyan helyek, ahol tömegesen gépjárműveket lehetne elhelyezni. Annak érdekében, hogy a veszprémieket be tudjuk vonni, lesz egy javaslatunk, de még egy-két fontos ismeretet, mielőtt ezt a javaslatot elmondjuk, Csernák Zoltán képviselőtársam is meg fog osztani önökkel. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Én úgy gondolom, hogy az előbb elhangzott problémafelvetés a térségben már túlsúlyban lévő parkolóház épp elég gond és problémaként vetődne fel egy új beruházás indításakor, amikor dönteni szükséges. Azt gondolom, hogy a sor itt nem ér véget, hiszen folytatható. Több száz éve, vagy legalábbis egy századnyi évre visszatekintve is a színházkert Veszprém város legnagyobb vízgyűjtő területének a legkritikusabb mélypontján helyezkedik el. Én úgy gondolom, hogy a mai élő generáció is több olyan problémára emlékszik vissza, ami a felhalmozódott és hirtelen jött csapadék időszakában megjelent ezen a területen. Bizonyára a 80-as évek közepén a színház felújítása során bekövetkezett egy ilyen eseményre, még nagyon sokan emlékeznek, akkor a színház építését is fel kellett függeszteni, hogy a tárokat helyreállítsák. Sőt, a megjelent vízmennyiség lejjebbi szintre történő szivattyúzása a megyeház épületében is károsodásokat okozott. Megemlíthetném én itt a 100-ezredforduló környékén a nagy, szintén színházkertetelő vízbetörést, amikor iszap tenger árasztott el a színháznak a földszinti területeit, beleértve természetesen a vízletaktárokat is. Sok millió forintos kárt okozva ezzel a térségnek. Annak ellenére, hogy a város legnagyobb átmérőjű csapadékcsatorna rendszere a színházkerten keresztül húzódik, ezek a problémák változatlanul jelenleg is vannak és van fognak állni, amíg természetesen egy gondos beruházót arra késztetnek, hogy a későbbi vízbetörések elkerülése érdekében komoly műszaki felelősséget vállaljanak és műszaki megoldásokat végezzenek el egy beruházáson. Azt hiszem, hogy nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy ezt pénzben mérhetően is érzékeltesse a résztvevőkkel, hogy egy beruházást egy ilyen vízbetörés kizárása milyen mértékben fog megemelni. Köszönöm szépen. Ha most innen lemennek a könyvtárba, és megkérdezik, hogy van-e vízbetörés a könyvtár egyes műszaki berendezéseinél, akkor azt a választ fogják kapni, hogy igen, sajnos van. Nem tudnak például lifteket használni. Tehát a probléma itt és most is létezik. Azt gondoljuk, hogy nem csak a zöld felületeket kell védeni, hanem
tekintettel kell venni arra is, hogy ez a vizes terület mennyire emelheti meg a költségeket. Ezen túlmenően nem lehet a veszprémiek számára csak szakmai kérdés egy ilyen parkolóházak az építése az egykori Püspök kertbe. Emlékeztetném önöket arra, hogy annak idején, amikor az egykori Sétfilmszínházat értékesítette az önkormányzat, ennél lényegesen kisebb zöld területért népszavazást kiáltottak, és az önkormányzat kiírta a népszavazást. Azt kezdeményezzük, polgármesterhez benyújtott javaslatunkban, hogy a képviselő testület maga írjon ki helyi népszavazást. Döntsenek a veszprémiek, kérdezzék meg őket, akarnak-e a színházkertben még alást. Köszönjük szépen a kérdezést!